Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast, téma még mindig az informatika és bármi más. Megújult környezetben, kicsit felfissülve, visszatértem a régi helyemre, mielőtt azonban belevágnánk és következő vendégemet bemutatnám és a témát fölvezetném, jönnek néhány másodpercben a partnerek. Partnereink Ingram Mikro Magyarország Kft. Hewlett Packard Enterprise már is itt vagyunk, és vendégem, aki szintén visszatért a műsorba, mert már járt nálunk, az Tipa Tamás, az Ingram Mikro Magyarország KFT oktatóközpontjának és demócentrének vezetője. Szia Tamás, köszönöm, hogy újra itt vagy nálunk. Színes, köszönöm, hogy újra itt lehetek. Uh, legutoljára ott hagytuk abba, és a legutóbbi műsor az arról szólt, hogy megpróbáltunk hárombetűs kifejezéseket megmagyarázni, illetve igyekeztünk magyarítani az informatikát. Gyanítom, a mai műsorban is lesz ilyen. A helyzet, hogy ez a szándékom, ez továbbra sem változott, de ugye nem minden esetben sikerül, és ha jól tudom, a mai témánkat akkor ma is lesznek három betűs rövidítések. Minden bizonyal így lesz. A mai témánk pedig a mentések és az adattárolás. A legutóbbi adásban kicsit összefoglalóan beszéltünk az informatikáról, cikáztunk jobbra-balra. Most specifikusan a mentésekről mentési definíciót szeretném, ha egy picit mindjárt itt az elején körbejárnánk. Milyennek az it is kifejezésnek a magyarázata? Hogy lehetne ezt körbeírni? Ha próbálunk az adatmentésre egy egyszerű és rövid definíciót adni, akkor az talán valahogy úgy hangzik, hogy az adatmentésnek nevezzük azt, amikor az adatainkról másolatot készítünk egy alternatív médiára. Ebben a definícióban alapvetően két fontos kijelentés, vagy két fontos megállapítás van. Az egyik a másolat szó, a másik pedig az alternatív médiának a használata. Tehát ugye az eredeti helytől külön szeretnénk még egy példányban eltárolni az adatainkat. Alapvetően ez a mentés definíciója. Aztán sok mindennel szoktuk összekeverni, például az archív szónak a definíciójával, ami megint ugye egy picit más, hiszen archívról akkor beszélünk, amikor úgy akarjuk elmenteni az adatainkat, hogy az a későbbiek során már ne, módos, ne legyen módosítható, aztán ugye sokan szokták azt gondolni, hogy ha mondjuk pillanatfelvételeket készítünk az adatainkról, és ezeket a pillanatfelvételeket ott tároljuk, ahol egyébként az adatot is, az mentés. Az megint csak nem mentés. Ugye valamelyik a két, két kifejezés, a két eh, kijelentés közül valamelyiket nem teljesíti, és ugyanígy nem teljesíti a mentésnek a fogalmát azt sem, hogyha rendelkezésre állást próbálunk növelni az elsődleges adattárolónkon, például a réddel vagy egyéb megoldásokkal, mert lehet, hogy ez a megbízhatóságot fokozza, de nem helyettesíti a mentést. Az előbb elhangzott itt az adattároló szó, és egy kicsit már bele is vágtál a következő kérdésbe, megelőzted a következő kérdésemet, hogy milyen adattároló típusok vannak, melyek ennek a rétegei? Hát ugye itt talán ez egy picit ilyen történelmi dolog, és ma ez veszített is a jelentőségéből, de hogyha itt a 90-es évekre tekintünk vissza, és egyébként, ha már mentéstől beszélünk, akkor, akkor többször is vissza kell tekintenünk a 90-es évekre, de ha ide tekintünk vissza, akkor ugye a történelemben online és offline kifejezéseket használtunk az adattárolóra. Online az, amikor hozzáférhető, az adat offline, amikor nem. Ez ugye a diszk és szalagos egység volt még 30 évvel ezelőtt, aztán ugye a szalagos egységeknek a fejlődésével ugye Hát ugye mi volt a probléma a szalagos egységgel? Pont az, hogy keresnünk kellett a kazettákat berakosgatni. Tehát az első fejlődés, ugye a szalagos rendszerek tekintetén pont az automatizálás volt a kazetták kezelésének az automatizálása. És amikor ilyen automatizált szalagos tárolókról beszéltünk, akkor azt már nem offline-nak neveztük, hanem nearline-nak. Ez egy valami köztes állapot, ugye az Egy olyan van. fogalom, igen, igen. akkor. Igen, aztán ugye hogy a diszk technológia fejlődött, és voltak gyorsabb és lassabb diszkeink, eh, olcsóbb, illetőleg nagyobb teljesítményűek, úgy az olcsóbb diszkeket elkezdtük elkeresztelni near online-nak, tehát csak, hogy még egy dolog legyen, és hát természetesen a szalagos technológiába is bevetettünk egy újabb réteget, ez pedig ugye az archív, eh, a, a, amikor már nem fölülírható médiákat használunk. Értem. Kicsit a történelmiségről, történelmiségről már beszéltünk. Hol tartunk most ebben a technológiában? Hol tartunk most kérdésre? Leginkább maga a történet, vagy a történelem adja meg a, a helyes választ. Ugye a 90-es években nagyon sokszalagos technológiánk volt, és aztán ebből a szalagos technológia háborúból elkezdtek kiemelkedni megoldások. Az első ilyen kiemelkedő megoldás, és jön az első hárombetűs rövidítésünk, akkor már a DLT, ez a Digital Linear Tape megoldás volt, ami, am amelyiknél látszott, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nyerő technológia a többihez képest, és egy picit ennek az alapjaira épült, utána, de vele együtt mellette fejlődött ugye a Linear Tape Open LTO technológia, ami egyébként ma a szalagos technológiának egyértelmű meghatározója. Hogy a kettő között persze vannak, a két technológia délt és az LTO között persze vannak műszaki, apróbb műszaki különbségek is, de mégiscsak a leginkább fontos különbség az az, a, az LTO-ból az open szó, hogy egy nyitott szabványról beszélünk. Az LTO szabványt egyébként az első pillanattól kezdve a mai napig az LTO konzorcium menedzseli kezeli fejleszti. Az LTO konzorciumot annak idején a, az IBM, a Hewlett-Packard és a Seagate alakította. A seagate egyébként ugye ezt a részét későbbiekben megvásárolta a Quantum, és ez a hármas megmaradt, bár ugye a Hewlett-Packard időközben nevet váltott. Tehát az LTO konzorcium ma az IBM, a Hewlett-Packard Enterprise és a Quantum Technologies hármasát jelenti. Ez De azt ezt értsem én... úgy, hogy ők szabályozzák ezt a piacot? Ők szabályozzák a piacot, fejleszik a technológiát, tartják karban a szabványt, és teszik elérhetővé a különböző vendorok számára. Értem, értem, értem. értem. A következő kérdés szerintem egyre, egyre izgalmasabb. Bocsáss meg, igen, látom, Bocsáss. hogy valami benned van. Azért, mert az előbb a, a hol tartunk most is a történelem. Igen. Ugye elmaradt az a rész hogy ugye a 90-es évek végén inkább az ezredfordulónál azt lehet mondani, akkor született ugye az LTO technológia, ma a 9. generációt tapossuk. Az előbb úgy vezettem fel, hogy, hogy a következő kérdés alapvetően adódik ebből a fejlődésből és a történelemből, gazdaságosság per teljesítmény tekintetében uh, hogyan alakulnak a lehetőségek, honnan, hova jutottunk, ha ezt így meg lehet fogalmazni. Ez egy, ez egy, nehéz vagy összetett kérdés egyrésztről, másrésztről viszont nem, hiszen a teljesítmény az ugye triviális fejlődött. Sokan gondolják azt, hogy mondjuk a szalagos technológia lassú. A szalagos technológia nem lassú. A mostani LTO driveink elképesztően gyorsan, kb. 1000 megabyte per másodperc sebességgel tudnak adatot írni vagy olvasni, ugye szalagról, és ugyan maga a magnó Gyors, természetesen amíg hozzájutunk az adathoz, amíg megtaláljuk a kazettát, az adatnak a helyét a kazettán, az persze lehet lassú. Ezért is ugye ö, talán azt lehet mondani, hogy lassan évtizedek óta keressük az alternatív megoldásokat, például diszkalapú mentéseket, egyéb mentési adatáról. Igen, de ez nem váltotta ki a szalagos technológiát, és talán azt ismerem állítani, hogy nem is fogja kiváltani a közös, közeljövőbe semmi más technológia a mágnes szalagot. És akkor itt van a kérdésednek a második fele a gazdaságosság, hogyha egy az adattároló területet magát hasonlítjuk össze, hogy mennyibe kerül mondjuk egy olcsó diszken vagy egy mágnes szalagon, akkor is egy óriási nagy különbséget fogunk kapni számokban, ha viszont üzemeltetéssel együtt, tehát ugye áramfogyasztás, karbantartás, szaportköltségek, stb. mindennel együtt vesszük mondjuk egy öt éves időintervallumra azt, hogy mennyibe kerül nekünk egy gigabyte adat megőrzése, vagy egy terabyte teljesen mindegy adat megőrzése, akkor a mai LTO kazettáinkon nagyjából 200-szor olcsóbb, mint bármilyen olcsó harddisken tárolni az adatainkat részben választ adtál a következő kérdésre, ugye most fókuszban a szalagos mentésről beszélgetünk a mai adásban. Én mondjuk meglepődtem, hogy 2025-ben itt, itt tartunk, hogy ez a technológia még, még, él, és erre szükség, szükség van. Gondolok például arra egyébként, hogy a TEL pont erről a piacról vonul ki, a HPE viszont ezen a piacon van és erősíteni is akar, és ebben üzleti lehetőséget lát. Ez miért van? Mi a két gondolkodás közötti különbség szerinted? Én itt maximum csak találgatni tudok, tehát ugye abból a szempontból, hogy a Hewlett Packard Enterprise az LTO konzorciumnak a tagja, nyilvánvalóan nem fog kiállni a mögül a technológia mögül. Hogy a többiek mit próbálnak meg helyette, vagy e, miért farolnak ki belőle, arra nem igazán tudom a választ, mert hogy nem éri meg annyira. Nem világos. Nem Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy nem feltétlenül egy szakmai e, indok. Ez inkább öte. gazdasági Igen. döntés vagy kérdése, gazdaságosság kérdése. én, én azt gondolom, hogy. Jó, oké. Okay. Hogyan alakul a HPL szalagos tárolóinak a portfóliója? Erről néhány mondatot mondanál a nézőknek, hallgatóknak. Tulajdonképpen ez a portfólió, ez. Folyamatosan modernizálásra került itt az elmúlt 20 év során, inkább 25 évet mondanék, de az első pillanattól kezdve a legkisebbtől a legnagyobbig volt minden. Ugye nagyon fontos egyébként, hogy pont az LTO konzorcium révén az együttműködés a kvantummal a szalagos, nemcsak a szalagos magnóknak, hanem az ezeket kezelő, hát itt nem tudom a szép magyar kifejezést, a Akkor tape library has kifejezés has helyett, de a, a tape library a fejlesztését közösen, közös technológiai alapokra, vagy akár a kvantum technológiát OEM elve egészen a, a hatalmas, nagy méretű tape library kig minden rendelkezésre áll. Itt ugye azt kell tudni, hogy a Szalagos magnó önmagában picike, és egy szalagot tud befogadni. Tehát, hogyha csak egy magnón van, akkor nekem kézzel kellett a szalagokat bele. Ha van egy robotom, amelyik megcsinálja helyettem a szalagnak a beetetését, akkor a legkisebb robot 8 kazettát tud kezelni. De egy kisvállati környezetben könnyen előfordulhat, hogy ez a 8 kazetta kevés, és akkor elindulunk onnan, hogy hány kazettát is akarok. 24-et, 48-at, 100-at, 200-at, 1000-et. Tulajdonképpen ma egy regszekrényben több ezer kazettát tudunk eltárolni úgy, hogy annak a több ezer kazettának bármelyike elővehető és befűzhető egy vagy több magnóba egy tape -ben. Az igazi nagyvállati megoldások azok pedig több regszekrény méretű szalagos tárolók, ahol a robot a regszekrények között közlekedik, és a regszekrényeket sűrűn telepakolt a kazettával. Hát nem is tudom talán, hogy... Mekkora adatmennyiséget vagyunk képesek eltárolni. De egyébként maga a magnó, illetőleg ezek a robotok, ezek gyakorlatilag finom mechanikai remekművek, csodák, és ezek azok voltak már húsz éve is. De ez a technológia is fejlődik folyamatosan. És itt a végére, ugye most az elmúlt percekben inkább a vállalati, nagyvállalati megoldásokról beszéltünk, de kezemben van egy pendrive. Hogyha az én saját mentéseimre gondolok, amelyek a te mentéseid is. Szóval, hogyha a saját mentéseimre gondolok, ez, ez nevezhető egyéni szinten mentésnek, hogy én a dolgaimat pendrive-ra ráteszem, egyébként meg ráteszem egy másik pendrive is, és rohangálok négyel, és van közte átfedés. Ez, ez mentés? Tök jó, és igen, a te mentéseid az én mentéseim is. Egyébként igen, pendrive-ra is lehet menteni. Az egy másik kérdés, hogy mennyire megbízható az a készülék, amire az adataidat mented. Ugye nem véletlenül alkalmazunk a vállati környezetben szalagos technológiát. A mágnes szalag az, amiről bizonyítottan a leghosszabb ideig képes megőrizni a ráért adatot. A pendrive is tekinthető mentőeszköznek, és hogyha van 3-4 pendrive-od, amiket iterálsz, akkor van esély rá, hogy megmaradnak az adataid, csak sajnos itt olyan kitettséged van, hogy nem tudod, hogy ez a pendrive melyik pillanatban fog elromlani. Tehát ez egy nem megbízható adattároló a pendrive. Átmeneti tárolásra tervezték. Nem hosszú távú adatmegőrzésre. Úgyhogy, ha Pendrive-on tárolod a mentéseidet, akkor nem jó helyen tárolod a mentéseket. Persze jobb, mintha nem lenne. E, azt gondolom, hogy a lakossági szegmensben, tehát az otthoni szegmensben sokkal inkább érdemes valami olyan szolgáltatást igénybe venni, ahol egy külső szolgáltató tárhelyet ad nekünk, és biztosítja annak a tárhelynek a működését, még ha ez egyébként drágább is, e, de azt gondolom, hogy otthoni használatra a mágnes szalag nem feltétlen. Világos. Alkalmas. És akkor még egy személyes élmény itt a végére, egy nagyon kedves hallgatóval beszélgettem nem olyan rég telefonon, és Marketplace-en vásárolt egy adattárolót valakitől, majd egy teljesen Mindegy, lényeg az, hogy keresett adatokat, mert az ővéje elvesztek, el letöltött egy ingyenes programot, és hogy, hogy nem, az előző tulajdonosnak is mindenféle ö, adata rajta volt, holott ugye úgy adta el, hogy az egy, az egy törölt adattároló. Ez, ö, ez, hogy lehetséges? Akkor mégse vagyunk, ö, kicsit úgy érzem, hogy mégse vagyunk biztonságban. Biztonságban sose leszünk, de egyébként ugye ez a sztori, ez pont arról szól, hogy az illető, aki eladta ezt a pendrive-ot, az nem megfelelően törölte róla az adatokat. Tehát azzal, hogy, hogy csak az operációs rendszerbe kiadunk egy törlés parancsot, nyilvánvalóan nem fogunk törölni, és tulajdonképpen ez még elég sokféleképpen helyreállítható, vagy visszaállítható innentől kezdve az adatunk. De az adatmentés nek az a célja, hogy ne ilyen módszerekkel kelljen <laughs> visszaszereznünk <laughs> az adatokat, hanem készen, polcon, kész közelben ott legyenek az adataink, hogyha valami probléma történik, akkor tudjuk reprodukálni az eredeti állapotot. Összefoglalva tehát a beszélgetésünk fő irányvonalát, a szalagos mentést, akkor ezt kimondhatjuk, hogy 2025-ben is, napjainkban is ez egy releváns, jó, megbízható és fontos technológia. Alapvetően igen, bár ez egy elég bátor dolog így összefoglalni ezt a, ezt a területet, és talán nem is igen tudok egymondatos mondatos választ adni rá, de ugye más egyéb technológiákat, más egyéb műszaki megoldásokat természetesen használunk a szalagos technológia mellett a vállalati környezetben, ahhoz, hogy megfelelő biztonságban legyünk, de a szalagos technológiát, a szalagos adattárolást költséghatékonyság és adatmegőrzés szempontjából továbbra is a legmagasabb prioritással kezeljük. És egyébként nyugodtan elmondhatjuk a reklámnak azt is, hogy amúgy ezeken a területeken tartunk speciális tanfolyamokat. Így van. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál és, és beszélgettünk erről a technológiáról. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak és megnéztek minket. Ha hasonló bátor kijelentéseket szeretnének még hallani, akkor mindenképpen kövessenek be minket és iratkozzanak föl. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük, témajavaslatuk van, vagy akár a meghívott vendégekkel kapcsolatosan szeretnének javasolni számunkra, akkor a lent olvasható e-mail címen írjanak számunkra, egyébként kövessenek a social médiában, és találkozunk legközelebb. Minden jót, hello! Partnereink Ingram Mikromagyarország KFT, Hewlett Packard Enterprise,